A Diák Olimpia versenyrendszerében országos szinten mintegy 280 ezer tanuló vesz részt a 6 és 18 év közötti korosztályban. A fiatalok nemenként 6 korcsoportban, 18 sportágban vetélkednek azért, hogy eljussanak az országos döntőig. A röplabdázók januári fináléja után szerdán és csütörtökön az atléták döntőjének ad otthont Nyíregyháza. Nagy örömünkre szolgál, hogy a korábbi országos döntő után ismét országos döntőt tudunk rendezni holnap és holnap után az atlétikai centrumban. Az MVM atlétikai ügyességi és váltófutó csapatbajnokságról van szó. Ahogyan a többi országos döntőt is korábban pályázni kellett a Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesületnek, hál' Istennek sikeresen pályáztunk, így kezdtük el a szervező munkát. Ennek eredményeként a versenyzők szállása, étkeztetése biztosított, a verseny szakmai lebonyolítását előkészítettük, sőt vannak már csapatok, akik meg is érkeztek, illetve a mai nap folyamán megérkeznek városunkba. Ki szeretném emelni, hogy a szervezésben a Vármegye önkormányzata és Nyíregyháza megyei jogúváros önkormányzata, a Nyíregyházi Sportcentrum, illetve a Nyíregyházi Szakképző Centrum nyújtott kiemelkedő segítséget. A két nap során a harmadik, negyedik és az ötödik, hatodik korcsoportban több mint 1000 atléta áll rajthoz. A csarnokba vitt magasugráson kívül valamennyi számot a szabadban rendezik meg. Várjuk a rajtpisztolynak az eldődülését, ami holnap délelőtt 11 órakor meg is történik. Azt kell mondanom, hogy nagyon sok versenybíró, közel 70 versenybíró lesz a pályán és dolgozik, és még ehhez hozzátesszük az önkénteseket, akik segítik az ő munkájukat, úgyhogy olyan majdnem 100 fő az, aki segíti a verseny lebonyolítását. Azért van erre szükség, mert nagyon sok versenyző van, és korosztályonként szinte minden versenyszámban sok csapat indul. Ha csak egyet mondok, hogy például a távolugrásnál, a fiúknál és lányoknál is 3 csoportot kellett kialakítanunk ahhoz, hogy a versenyt le tudjuk bonyolítani, akkor ez már mindent megmagyaráz. És hát ahhoz, hogy tudjuk tartani a verseny időrendjét, az atlétika centrum az kiváló helyszín, hiszen minden ügyességi számban 2 helyen tudjuk lebonyolítani a versenyeket, hiszen Közép-Európában egyedülálló olyan létesítmény van itt Nyíregyházán, amit még a dunántúliak nem igazán láttak, és most remélhetőleg, hogy örömmel fognak majd ide jönni, és majd később vissza is jönni. Szerdán a középiskolások, csütörtökön pedig az általános iskolások állnak majd rajthoz az atlétikai centrumban. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei atléták hagyományosan jól szerepelnek a diákolimpiákon, így ezúttal is több éremre számítanak a felkészítő testnevelő tanárok.